Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi várható rám a szerelmi élet területén? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Magdaléna számára. Kedves Magdaléna, üdvözöllek téged, ez a te videód, és megtekintjük, mi várható rád a szerelmi élet területén. A te jelenlegi helyzetedet ez a kép mutatja ott fent, középen. Ez a király mutatja a levegő elemét, és az utal a könnyűségre, utal a kommunikációra is. Ami nekem feltűnik ezen a képen, ez a páncél, nem tudod, hogy ki áll mögötte, és milyen szándékai vannak. Ezért minden olyan bizonytalan. A háttérben ez a szürke felhő utal a félelmekre is, ami számodra most fontos, hogy bízz a jövődben, vagy bízz abban, hogy minden jóra fordul. Tedd át magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, akkor is, ha most nem tudhatod, hogy ki ez a férfi, vagy mit akar tőled. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent bal oldalon mutatja azt, ami téged jelenleg gyengít. Ez a visszahúzódás. Ez lehet magány, egyedüllét, vagy az, amit te most átélsz, de arra is utalhat, hogy gondolsz valakire, és ő most visszahúzódó. És most megtekintjük a következő kártyát. Ami téged erősít, az egy férfi. Ezt mutatja ez a kártya. És ez a király uralkodik a víz eleme felett. És az érzelmekre utal. Tehát van egy férfi a háttérben, aki szeret téged, és át fogja nyújtani ezt az arany kelyhet, ami a víz elemére utal, tehát érzelmekre. Ő nyitott lesz az érzelmekre, kimutatja az érzelmeit. A kérdés csupán az, ki ez a férfi. Van egy férfi a múltadból, és van jelen pillanatban egy fiatalabb férfi, aki érdeklődik irántad. A baloldali kártyákon látni fogjuk azt a férfit, akit ismersz a múltból, és a jobboldali kártyák mutatják ezt a fiatalabb férfit. A következő kártya arra utal, hogy mi az ő jelenlegi helyzete. Tehát az a férfi, akit te ismersz a múltból. Az ő jelenlegi helyzete. Itt az érmékről van szó. Az utal pénzügyi dolgokra, vagy a munkahelyre. A képen látható az igazságtalanság. Az egyiknek mindene megvan, abból ad valamit, a második kapja ezt, és a többiek nem kapnak semmit. Tehát igazságtalanságot mutat. Az érmék nem csak pénzügyi dolgokra utalnak, hanem értékekre is, belső értékekre, és az jelentheti azt, hogy ez a férfi megsértődött, mert nem értékelted őt. És emiatt most ő visszahúzódó. Most
megtekintjük azt a kártyát, ami őt gyengíti, vagy akadályozza a kapcsolatotokat. Ez a kártya azt jelenteni, hogy neki kezébe kellene venni a dolgokat. Aktívnak lenni, bátornak, és a tűz eleme nem csak a bátorságot jelenti, hanem a szenvedélyeket és a lelkesedést is. Mivel ezt ő úgy megtagadja, és nem aktív irányodba, inkább visszahúzódó, ez nehezíti a helyzetet. Most megtekintjük azt, hogy ez a férfi mit tud nyújtani számodra. Ezen a képen szintén az érmék láthatóak. Az utal anyagiakra és utal a munkára. Persze jelenti a belső értékeket is. A hármas számnak több jelentése van. Egyrészt jelenti azt, hogy mások befolyásolják őt, a másik jelentése pedig az, hogy kettőtök között meg lesz újra ez a kapcsolat, és indul egy új kezdet. Ebből kivirágzik valami. A kártyán látható egy diák, és ott mellette a meister. Lehet, hogy ő most megpróbál téged megleckéztetni. Amennyiben te ezt a férfit választod, mert lesz újra kapcsolat, lesz újra találkozás, akkor hogyan alakul a jövő, ezt mutatja a következő kártya. Ez a hintó mutatja a mozgást. Ő kezébe veszi az eseményeket, irányítja a dolgokat. A fehér ló mindent előre visz. A fekete ló visszatekint a múltba, az lassítja az eseményeket. De az is lehet, hogy te veszed itt kezedbe a dolgokat, te irányítasz mindent, és az egyik ló utal az egyik férfire, a másik férfire a múltból, és te hozol itt döntéseket. De amit ez a kártya mutat, itt lesz egy út, egy utazás, itt pörögnek az események, lesz köztetek újra egy találkozás, aztán hoztok döntéseket. Most megtekintjük ennek a fiatalabb férfinak a jelenlegi helyzetét. Ez a kártya mutatja a sors kerekét, és az mindig olyan irányba mozog, ahova mi odafigyelünk. És itt vannak sorsdöntő események, találkozások, döntések, sorsdöntő fordulatok. Ez a fiatalabb férfi érteklődik irántad, és úgy gondolja, hogy ez nem véletlen ez a találkozás, és ezáltal valami változik az ő sorsában. És most megtekintjük azt a kártyát, ami őt gyengít, és most megtekintjük azt a kártyát, ami őt gyengíti, vagy nehezíti a kapcsolatot kettőtök között. Ő úgy érzi, hogy most minden a feje tetejére állt, és így lóg a levegőben, nem tudja, mi várható. Néha úgy érzi, elveszíti a talajt a lába alól. Lehet, hogy fél a változásoktól. De ha én ezt a képet megfordítom, akkor másképp néz ki. És ezt most mi megtekintjük.
ez a férfi, ez a mozgás olyan, mint egy balett tánc. Látható ez a könnyűség, és a lába megérinti a földet. Neki valamit másképp kellene megtekinteni, és áttenni magát a félelmeken. Mert ez az akadály. És mire számíthatsz? Mit tud ő nyújtani neked? Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, utal a könnyűségre és a kommunikációra is. Te hatsz rá, és te hozol itt döntéseket. A jó beszélgetések segítenek abban, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz. Ha te őt választod, akkor milyen jövő vár rád, azt mutatja a következő kártya. Itt a kettes szám a párkapcsolatra vagy egy szerződésre utal. Itt nincs egy harmadik személy a háttérben. Itt az érmék láthatóak, az utal anyagiakra, a munkára, de az értékekre is. Ő mérlegelni fogja a dolgokat, és ehhez türelem kell, amíg ő döntést hoz. Az előnye az, hogy ez a kép mutatja a föld elemét, tehát itt reális dolgokról van szó. De azt is jelentheti, hogy te mérlegeled a dolgodat, és emiatt ő kicsit bizonytalan, mert nem tudja, hogy mi vár rá, nem tudja, hogy milyen döntéseket fogsz hozni. Itt is megvan arra lehetőséged, hogy belépj egy párkapcsolatba. A következő kép mutatja azt, hogy mi várható rád a szerelmi élet területén, és mire kellene odafigyelned. Ezen a képen látható a négyes szám. Szükséged van a biztonság érzetére. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem ami az anyagiakat illeti. Egy biztos talaj a lábad alatt. Ez elérhető ezzel a könnyűséggel és vidámsággal. Persze ez a kép jelentheti azt is, hogy lesz egy jó baráti kapcsolat, egy barátnő, vagy egy meghívás, egy ünnepség, az előre viszi az eseményeket, lehet, hogy lesz egy új találkozás. A háttérben láthatóak a botok. Az jelenti a tűz elemét, a te bátorságodat, erődet, lelkesedésedet is, de ahogy a képen látjuk, a botok a háttérben utalnak a korlátozásokra. Az most lehet ez a koronavírus, mert nem tudunk úgy mozogni, ahogy szeretnénk, ahogy mi terveztük. Jelentik a feszültséget. Minden olyan szűkös, és ki kell lépni ebből a helyzetből. Felszabadultnak érezni magadat, amit nem csak a vidámság mutat, hanem ez a két fehér galamb, a szabadságnak a szimbóluma. És ha megvan ez a lelkesedés, ez az élet öröm, akkor biztos lehetsz a dolgodban, hogy minden jól alakul a párkapcsolat területén, és a négyes szám kihat az életedre, meg lesz ez a biztonság érzete, nem csak ami a szerelmi ügyeket illeti, hanem ami az anyagiakat is illeti. Kedves Magdaléna, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!